Üdvözlök mindenkit! Nekroklimá vagyok! Srácok, nagyon jól, jól látjátok a videóban. Lehet, hogy egyesek számára már egy kicsit késő, hogy csinálom ezt a videót, de mindazok számára, akik még nem vették meg a játékot, vagy még csak most vették meg a játékot, vagy még csak most kezdték el a játékot, íme egy kis segítség ahhoz, hogy hogyan fejlődjünk, xp zünk gyorsan, hogy egyérjük el minél gyorsabban ezt a 30-as szintet, ahol már olyan uh, lút fog esni, aminek már értelme is uh, van. Egy uh, későbbi videóban fogunk beszélni arról, hogy a Division 2-ben hogyan számoljunk Damage-et, és ja, fogok hozni egy pár se egy kis segítséget ahhoz is. Ezt a videót amúgy egy másik videósnak a videója alapján, illetve tapasztalata alapján csinálom meg. Ez a Sács Style névre hallgat. Egy elég jó Division-ös játékos, hogy őszinteleg nagyon érti a játékot, és hát ja, valamikor régebben még állásajánlatot is kapott a Massive entertainment hogy dolgozzon náluk a következő Division fejlesztésén, úgyhogy, de végül visszautasította. Na mindegy, én őt szoktam, hogyha nagyon el vagyok tévedve a, a játékban alapul venni, hogyha ez a videó is az ő videójának a lefordítása, és arra fog fókuszálni, ugye, hogy hogyan um, Uh, x-pézzük viszonylag ki gyorsan magunkat. Egy-két apró dolog a megjelenéssel kapcsolatba, uh, mielőtt látérek. a mostani, úgy veszem észre a mostani Divisionnek a megjelenése. Uh, hála Istennek nem félre reklámozott, illetve a játékosok már tudták nagyjából, hogy mire uh, számítsanak és mit fogunk kapni a pénzünkén. A nyílt béta és a zárt béta is ezben azért nagy uh, segítség volt, és azt kell mondjam, hogy a a játéknak a startja igen-igen sikeresre és pozitívra uh, sikerült, ami <coughs> azért némi versenyre remélhetőleg némi versenyre készíteti az Antemet, és ebből a szempontból, ha bár, ha úgy nézem, a Division 2 az már teljes mértékben uh, leverte az antemet, mivel hogy önmagába is egy komplexebb és jobban összerakott egy játék, és hogyha a hibáit vesszük, a két játéknak az antem még mindig győzedelmeskedik ebben, mint a Division 2, úgyhogy egy nagyon jó startot vett, azoknak, akik gondolkodnak rá, hogy meg vegyék a játékot, azt hiszem, hogy <kül> egy pozitív élménnyel fognak játszani ezzel a játékkal, az az igazság, és mint ahogy mondtam volt a múltkori videóban is, hogy itt az idő, hogy elkezdi játszani a Division 2-t, hogyha nem játszottál a Division 1 el de van annyira változatos, hogyha játszottál a Division 1 el akkor a Division 2-be is belevesd magad, főleg ugye a gír Uh, lútolás illetve számolás a damage és a többi ezen uh, között, ezek között van egy akkora változás amiért már a Division 1-ből érdemes Division 2-vel játszani, ugyanakkor ezen változás miatt uh, a Division 1 és Division 2 olyannyira külön álló hogy akár a két játékkal is játszhat simán szimultán mm. ami a történetet illeti uh, semmi nagyon extra lesz majd egy történet videó, de egy kicsit megerődhették volna magukat, hogy őszinte legyek. Nagyon uh, keveset kapunk, és szerettem volna egy, egy, egy jobb folytatás. Az alaptörténete az annyi, hogy próbáljuk megtalálni az ellenszert. Uh, című történet, mert hogy lehet, hogy létezik egy ellenszer, uh, de ett, ettől egy kicsit több és jobbat is uh, vártam. Vannak ilyen külön kis videók a, a játékban, meg hanganyagok, amit az ember meghallgat, akkor össze össze tudja rakni uh, a képet, hogy mi a fene történt Washingtonban. Úgyhogy uh, majd meglátjuk, lesz erről egy videó. Na de akkor vágjunk bele uh, abba, hogyan xp ki magad gyorsan a Division 2-be. Nos, az egyik dolog, amiről ne feledkezzél meg a Division 2-ben, ahhoz, hogy több XP-t kapjál, az a quartermaster található fehérház, rögtön bejáratnál bejössz, idejössz, szépen kinyitod, és perkekre rámész, majd itt megtalálod az XP boostert, mondhatni így, ahol különböző feladatokért kis extra XP-t kapsz, nem túl sok, de extra XP-ről Beszélünk. Szóval, ezt ne felejtsétek el kihúzni, a többi várhat szépen lassan. A következő dolog, ami um, fontos, vagy érdemes megjegyezni a Division-nel kapcsolatban azok a uh, küldetések lesznek. Szóval, azt tudnotok kell, hogy a main mission-ök, a fő küldetések, azok uh, mindig ugyanannyi XP-t fognak. Um, adni. Szóval ahol látod, hogy uh, main mission, az tudnod kell, hogy mindig ugyanannyi XP-t fog adni. De, ahogy elnéztem, ezt azért megnövelték az elmúlt időben. A mellék küldetések viszont azok mindig a következő szinted meglépéséhez való 33%-nyi XP-t kapsz. Szóval sosem egy fix XP, mint a főküldetés. Ez a főküldetés, ahhoz, hogy megcsinálod, mindig ezt a 37.000 XP-t fogja adni, a side mission viszont uh, csak 33%-át fogja adni a meglépendő szintednek. Szóval, a legérdemesebb akkor csinálni egy side mission-t, amikor uh, éppen megléptél egy szintet, akkor elmész egy side mission-re, is amennyi XP kellene, hogy meglép a következő szintet, annak megkapod a 33%-át. Na most, a trükkös oldala, hogy öm, gyors fejlődéshez, azt természetesen mondanád az, hogy szintet lépek melyek egy szálmiserre. Igen, azt is csináltad, viszont ugye, hogyha már a 14. szint fölött leszel, az XP mennyiség ahhoz, hogy szintet lépjen hatalmasra megnő. Nem mindegy, hogy a játék elején, mikor, ha az XP-t csinálod, meg ezeket a küld, messzájt küldetéseket, vagy akkor, amikor már nagyon sok XP kell, hogy meglépje ezt szintet. Mert ugye nem mindegy, hogy 1000 XP-t kapsz, tehát az, az 1000 XP a 33%-a, ami mondjuk lehetetlen. Tehát mondjuk lehet, hogy 2350 XP-t kapnál egy mellék küldetésért, amíg 14-es szint alatt vagy. Most mondok annyit, mert annyi a 33%, de amikor már 50 ezer pont kell, annak a 33%-a sokkal több xp, ugye? Úgyhogy ebből a szempontból érdemes elkezdeni a küldetéseket, amikor már 14-15-ös szint körül vagy. Én ezt így csináltam meg idővel, és egy kicsit gyorsabb fejlődést lehet elérni. Szóval, srácok, Uh, nagyjából ennyi lett volna ez az apró kis videó. Egy kis apró segítség, hogy uh, sikerüljön gyorsabban fejlődni, bár azért már láttam arcokat, már nagyon posztolgatták, hogy így 33-as, meg eh, bocsánat, így 30-as level, és már ilyen cuccok, olyan cuccok, de vannak köztünk büdös kockák, uh, az tényes való, de uh, annak, aki nem büdös kocka, de végig szeretne gyorsabban fejlődni, az, az, az inkább érdemes talán, hogy így csinálja. Nos, gyerekek, egy következő videóban fogunk beszélni, hogy hogyan számoljunk damage a Division 2-be, és sok-sok segítséget fogok ahhoz hozni, úgyhogy az, az már egy pozitívum marad. Uh, addig is én nagyon 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 köszönöm a figyelmet, a következő Division 2 vagy akármilyen videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!